Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések hathatnak a forint értékére, a tőzsdei hangulatra? Heti kitekintő. A Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében. Na nézzük, hogy mire számíthatunk a héten. Legfontosabb az amerikai infláció kérdése. Váradi Bea, az OTP Bank elemzési központ makroelemzője van a vonalban. Szervusz, jó reggelt! Jó reggelt kívánok, sziasztok! Mikor? Kedden érkeznek ezek az adatok, ugye? Igen, kedden délután jön majd magyar idő szerint. Itt most ugye az a várakozás, hogy ezek az adatok megerősítik majd a júliusban látott fordulatot, amikor a vártnál nagyobb mértékben csökkent az éves bázisú index, ami 41 éves csúcsról fordult le akkor. És augusztusban további csökkenést várunk. A medián várakozás most az, hogy 8,1% lesz a headline és 6% a magárindex, ami egy utóbbi egy minimális emelkedést jelentene egyébként júliushoz képest. És hát ezek az adatok most azért nagyon fontosak, mert a Fed jövő héten esedékes kamatdöntőülés előtt az utolsók, amelyek alakíthatják a kamatemelési várakozásokat. Ugye most még mindig benne van a csőben ez az 50 versus 75 bázispont. És az előző hónap pozitív inflációs meglepetése akkor némiképp elbizonytalanította a piacokat az emelés léptékével kapcsolatban, amit követően jött Jerome Powell Jackson Hole-i beszéde, amiből egyértelműen egy újabb, immár harmadik 75 bázispontos emelés volt kiolvasható. Aztán jöttek az augusztusi munkaerőpiaci adatok, amelyek csökkenést mutattak ugyanúgy a foglalkoztatottak számának bővülésében, de azt tudjuk, hogy az augusztus mindig gyengébb adatokat hoz, és sokszor kerül revideállásra, így ez önmagában nem szántoríthatja el a Fedet az agresszív szigorítástól, és azóta gyakorlatilag a Fed döntéshozóinak nyilatkozatait próbálja megfejteni a piac, amelyek inkább egy agresszívabb szigorítás felé mutatnak. Uh-huh. Jó, hát fontos lesz, hogy milyen adat érkezik, és utána mit fognak mondani, mert úgy tűnik, hogy ez az augusztustól mostanáig tartó, azért mondom, hogy mostanáig lejtmenet a tőzsdén, ez megfordult most így a múlt hét közepén, és egy kis visszapattanás van. Talán ez az optimizmus is benne van, hogy többen várják azt, hogy kisebb lesz az infláció. Igen, valószínűleg itt azért az, hogy a 9,1%-ról itt hirtelen két hónap alatt 8,1%-ig mérséklődik az éves bázisú index, azért erre korábban nehezen számíthattunk, viszont a kamatemelési várakozások kapcsán az még mindig fontos észrevenni, hogy a Fed alelnöke is arról beszélt a múlt héten, hogy az eddig általuk tervezetnél tovább kell emelni, és tovább kell magasan tartani az inflációt, hogy minél korábban a 2%-os cél felé tudják terelni. És Jerome Powell elnök ugye csütörtökön az utolsó nyilvános megszólalásában a kamat döntés előtt, ő pedig elmondta, hogy az, hogyha hamar lazítanának, vagy nem lépnének elég agresszívan, az később megnöveli annak a költségét, hogy visszaszorítsák az inflációt, és hogy a történelem óva nyíti őket ettől. Úgyhogy ezek inkább a szigorú monetáris politika felé mutatnak, annak ellenére, hogy a piac abban reménykedik, hogy talán akkor nem lesz olyan nagy léptékű a mostani kamatemelés, mint korábban. Jó, tehát megjön az adat, akkor nagyjából kitisztul ez a pálya, és egy kicsit transzparensebb lesz az, hogy a Fed majd mit csinál a következő hónapokban. Hát de ez mennyire szándékos, hogy nem lehet tudni ezt az irányt? Azért a dilemmájuk az, hogy recesszióval lehet-e ezt a nagy inflációt letörni? Tehát egyértelműen recesszióba kell vinni a gazdaságot, vagy meg lehet-e úszni? Ezt meg azért nem könnyű eldönteni. Különösen úgy, hogy az első két negyed év az mínuszos számokat hozott ugye növekedés tekintetében, de azt is tudjuk, hogy itt azért ebbe bőven közrejátszottak a készlethatások. És ugye gyakorlatilag az USA technikai recesszióban van, de kérdés az, hogy mit hoz az év második fele, mert ezekből az adatokból nehéz lenne azt mondani, hogy itt valóban recesszió van. Úgyhogy inkább ők is emiatt óvatosak, hogy fog kinézni az év második fele. Beszéljünk egy kicsit egy másik területről is, mert megint láttam néhány olyan cikket, ami Kínával foglalkozik, és megint csak nem jó kontextusban, hanem olyan kontextusban, hogy sötét ló.
és lehet, hogy a billegő világgazdaságnak a kínai bajok fogják megadni a végső lökést a recesszió irányába. Igen, itt az már egy ideje vitán felül állt, hogy itt a növekedés lassulni fog az építőipar teljesítményének visszaesése miatt, amit az Evergrande sztori annó csak megerősített. És az is viszonylag korán látszott, hogy a zero covid politika mit tud jelenteni a gazdaság számára, amikor olyan városok voltak teljes lezárásra, mint például Shanghai. Amit viszont nem tudhattunk, hogy olyan komoly károkat okoz majd a kínai mezőgazdaságban is az asztály, mint amilyeneket okozott. Arra meg aztán különösképpen nehezen számíthatott volna bárki, hogy a szárazság még energiaellátási problémákat is okoz, aminek a hatásait majd a harmadik negyedéves GDP-ben, illetve a most érkező konjunktúraindikátorokban is láthatunk majd számszerűsítve, és a mostani tudásunk alapján ennek kapcsán érik a kellemetlen meglepetés, ahogy mondtad. Uh-huh. Lesznek olyan adatok, amik ezt vagy megerősítik, vagy cáfolják, ugye óvatosan kell bánni a kínai statisztikákkal, de azért nem árt szemmel tartani őket. Igen, itt alapvetően ugye láttuk az export adatot, ami már kijött, és ugye az kedvezőtlenebb lesz a vártnál, ezért azt gondolom, hogy itt az iparra vonatkozó kedvező várakozás az nem biztos, hogy be fog jönni, de alapvetően most az ipar és a kiskeresetében is egy ilyen az előző havihoz hasonló évperév indexet várnak, a beruházásoknál is stagnálást mérhettek. Hát ugye a kiskereskedelmet alapvetően ez a zero covid politika tudta megfojtani, az ipar pedig nyilván ezek az energiaellátási zavarok, úgyhogy ezek az adatok most érdekesek lesznek. Uh-huh. Oké, köszönjük szépen, jó munkát nektek! Köszönöm, sziasztok! Váradi Beával beszélgettünk, az OTP Bank elemzési központ makroelemzőjével. Amerikai inflációs adat érkezik délután magyar idő szerint kedden, úgyhogy erre várunk nagyon, illetve kínai gazdasági indikátorok is. Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Mire érdemes odafigyelni a héten? Mi elmondjuk. Nézzük azt, hogy a kedves hallgatók mit írnak. András, segíts ebben, légy szíves. Mozgolódnak SMS-ben, Viberen, WhatsAppon, igen. Igen. Azt mondja az egyik hallgató, hogy értem, hogy fáj a válság mindenkinek, de azért a fitness termek gondja marginális probléma. Hát kinek mi, ha valaki egy fitness terem tulajdonosa, és ebből él, meg ebből, vagy itt dolgozott, és ebből tartott el a családját, neki cseppet sem az, tehát minden csak nézőpont kérdése. Igen, de felhívtuk a figyelmet arra, hogy milyen sokrétű a mostani probléma, ami a megemelt rezsiszámlák okoztak. Aztán, ha irodában lehet ülni 18 fokban, talán szobabiciklizni is lehet annyiban, írja a hallgató. Hát ugye itt beszéltünk arról, hogy maga az edzés az oké, az nyilván jó a 18 fok, de öltözni, meg levetkőzni, meg hát, bemelegíteni, meg nyújtani. Én értem, aki azt írja, hogy marginális, persze, nyilván az, és itt azért van egy olyan, tehát van egy olyan vetülete ennek a dolognak, hogy ha amennyiben itt tényleg olyan problémák jönnek ősszel és télen, amire sok szakértő számít, akkor az, hogy behúzzuk egy kicsit a gatyamadzagot, az mindenkire vonatkozik. Tehát itt most úgy állunk hozzá ehhez a problémához, mint azok a fogyasztók, akik arról nem akarnak lemondani, ami eddig volt nekik, csak azért, mert valahol válság van, szorítsanak meg mások. Ugye te is így jársz akkor, amikor azzal szembesülsz, hogy mondjuk az Egyesült Államokban, vagy Nyugat-Európában milyen pazarló módon fűtenek, vagy milyen pazarló módon vásárolnak az emberek, miközben te itt optimalizálni próbálsz, meg szelektíven gyűjtesz, meg minden. Valaki más meg azt mondja, hogy hát én erről nem tudok lemondani. Hát de nekem gyerekem van, én őt autóval szeretném vinni. Mi az, hogy 800 forint a benzin, meg 600? Hát én erről nem tudok lemondani. És akkor ugye senki nem tud lemondani valamiről, majd a végén az lesz, hogy a spórolásból nem lesz semmi a legvégén. Tehát akkor lehet, hogy tényleg nem fogunk úszodába járni, meg ezt nem fogunk fitnessterembe járni. Miért a fitnesstermek, mert az úszodák, meg a jégpályák és egy csomó embert megmozgatnak, de ugye lehet látni, hogy ezeket is zárják be, jönnek a hírek, igen, a fürdőknek de a bezárásáról. Igen, de bizonyos dolgokról le kell mondani akkor, hogyha fűteni akarunk, úgyhogy ezt előbb-utóbb meg kell érteni. Van a YouTube-on egy videó, ahol egy sprinter kerékpárossal fűtenek egy kenyérpirítót, iszonyat munka volt benne, nem olyan egyszerű emberi izomenergiával háztartási energiát csinálni, írja
egy hallgató. Attól függ, hogy milyen az az eszköz, mert ugye amit Indiában elkezdtek most tömeggyártani, az az új fekvő bicikli, azzal egész komoly eredményeket értek el. Aztán van egy, már terv arra, egy közepes ezt... intenzitású edzés, egy szobabicikli 0,1 kWh, egy evezőgépen 0,15-0,2 kWh, írja a hallgató. Egy nagyobb edzőteremben van 10-10 ilyen gép, és napi 5 órát edzenek rajtuk, az 10 kWh. Arról elmegy a nagy klíma egy órát naponta, vagy a teljes világítás. Havi 30 óra mínusz a klímából, 3 nyitva a tartási nap. Szóval nem telefontöltésről beszélünk. Ja, 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 ez tök jó, én ezzel egyetértek. Lehet, hogy erre megy a világ. Kántornak 100%-ban igaza van, mindenki húzzon egyet a nadrág szíjon. Ez úgy meglepődtem. 30 hogy... éve nem volt ilyen, hogy veled bárki egyetértsen. Miért egy megosztó ember vagyok állítólag? Gyermekkorunkban 17 fok volt otthon, Nyugat-Németországban 16, most 18 fokon balhézunk, írja valaki. Én nem balhézom. Tehát... Te mit szólsz ez a 18 fok? Andi. Én ezt már múlt héten ja, persze, nektek, tényleg, te ilyen nordikus típus. Nem nordikus típus, hát ne viccelj már. Nálunk is már évek óta a nappali hőmérséklet 20 fokra van beállítva. Itt egyébként azt vettem észre, hogy a csörte azok között van, akik távfűtéses panelben nőttek fel, vagy pedig családi házban. Máshogy szocializálottak. Mert aki családi házban nőtt fel, az a 18-20 fokon nem nagyon lepődik meg, és teljesen máshogy áll hozzá, mint aki 27 fokba, meg 28 fokba decemberben nyitott ablaknál alszik. Úgyhogy... Ez az, meg kell szorítani, de nekem a fitness kell. Igen ám, de a fitness termek és hasonlók és emberek tömegének adnak munkát, ráadásul őket az elmúlt két év lenyomta a víz alá. Ez a másik hallgató. Oldal, amiben igaza van. Végtelenül szomorúak ezek a kommentek, mikor bemutatjátok egy terület problémáját, és azok, akik egyáltalán nem érintettek, rögtön jönnek rugdosni a szóban. Igen, forgó. Igen. Hát ez ilyen. A szociális média az már csak ilyen. 18 fokban a sarokban majd jól jön elő a penész. Remélhetőleg csak azoknál, akik ezt a hideget preferálják. Azt is lehet hasznosítani valamire, nem? Ez milyen hozzászólás? Látod, az bio üzemanyagnak hát jó kérem. Lesz. Ezt én kérem ki magamnak. De hallod, de ez már nem a... András, álljunk már meg egy hány szóra. Kilovattal jár... Én hogyha, 140 hogyha kilovattal. Hány kilovattal jár, amikor egy Gladius megpattan egy nagy pajzson, egy trák pajzson, egy kis pajzs, kis kerek. Vagy akkor a szikrát szóra, hogy amellett olvasni, meg tanulni lehet. Amíg ott csépelitek egymást. Verjek több trákot, hogy megmelegethessenek az emberek? Jó, ezen múlik. Na, adóvilág rovatunkban egy külön extra rész következik, kitekintés az Egyesült Királyságba. Minden van ott. Új miniszterelnök, új király, új adó, új árplafon az áramra, úgyhogy gyakorlatilag ez ki fogja tölteni a következő blokknak a javarészét. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Hé, te mit nézel? Nem tudtam.